Sjören Kierkegaard, habár ott a ködös Dániába született, hát észrevette, hogy kétféle ember van. Az egyik, akin állandóan megtörténnek a dolgok, a másik, aki erről hírt visz. Milyen szerencsés, ha ez igaz, mert aki alkatilag olyan, hogy nem igen beszél, de ott van, ahol lőnek, ott van, ahol segíteni kell, vagy ahol lopni kell, szóval ahol zajlik az élet, hogy nem kell beszélje. Valaki, aki nem szeret ott lenni, ahol az élet zajlik, küldetésszerűen erről hírt hozhat. Úgy tudom, hogy a hagyományban Merkurnak volt ilyen feladata, népköltészetben is megtaláljuk ezt a típust, akinek akkor jön el az ideje, mikor elmesélheti, ami nem is annyira rajta történt meg, hanem tulajdonképpen mind a hányunkon. Például Hári János és unokái így fajta ilyen, hogy mondjam, hogy a szót eltaláljam, egy fajta szűrőn átlátja a világ. Ez a most ő hazudik. De valószínűleg nem ilyen egyszerű, hanem a hírt alkatilag magasba emeli, így esik neki jól, így érzi átadhatónak. Hári János unokái például az orosz hadifogságból hazajöttek lefagyott lábbal, olyan házba, hova nem várta őket senki se, és nem sírtak, hanem elkezdtek lehetetlen történeteket mondani, amiben egy kicsit benne volt a valóság, és nagyon benne volt, hogy fontos az élet, hogy emeld fel a fejedet, kacagni kötelesség. És miközben persze egyrészt elmondta, hogy hol volt, saját hajánál fogva emeli ki magát a bajból. Ez egy olyan érdekes hírközlés fajta, aminek semmi köze egyébként a mostani pergő sortűzhöz, amit rádióban, tévében hallunk, de hát hírközlés, az emberi műveltségben ez helyet foglal, nagy irodalma van. Írországtól a Csendes óceánig, hogy az indiánok közt ez hogy virágzik, azt nem tudom, hogy Afrikában. De hát ez egy általános igény, hogy mikor elmondom, mi történt, súlyos ember próbáló világban, már is mellé rendelem azt, amitől ez jobb, vagy kiheverhető. Ez a különleges árucsatolás, hogy nézd, ez történt, vagy ehhez hasonló, de hogy mi az a pont, amelyből én ezt meg tudom kacagni.